Zömében baloldali érzelműek a román állampolgárok, ennek ellenére a kapitalizmust előnyösebbnek tartják. Ez derül ki a BCS Szociológiai Kutatási Osztály felméréséből. Mutatjuk az adatokat. A közvéleménykutatás során arra kérték a válaszadókat, hogy fejtsék ki a véleményüket egyrészt a szocializmusról, illetve a szociáldemokráciáról, másrészt a kapitalizmus elvét támogató kereszténydemokráciáról. A megkérdezettek 58%-ának nagyon kedvező, illetve inkább kedvező véleménye van a szocializmusról, míg a kapitalizmus esetében az arány 56%. Az önmagukat jobboldalinak való politikai alakulatokra szavazók több mint felének kedvező a véleménye a szocializmusról, a PNL szimpatizánsok esetében 55% az arány, 53% az USZ plusz, 70% az ALDE, 41% az RMDS és 30% a Népi Mozgalom pártja szimpatizánsainak esetében. Az önmagát baloldalinak való szociáldemokrata párt és prórománia párt választói körében 71%-os ez az arány. A jobboldali pártok szavazótáborának zöme egyértelműen a kapitalizmus híve, az arány 73% a Népi Mozgalom pártja, 68% a PNL, 67% az USZ plusz, 49% az RMDS, 48% az ALDE szavazóinak esetében. A kapitalizmust leginkább ellenzők tábora a prórománia választói közül kerül ki 51%-kal, míg a PSD szimpatizánsai 47%-kal a második helyen állnak ilyen tekintetben. A szocializmus és a szociáldemokrácia hívei elsősorban a vidéki, alacsony vagy középfokú végzettséggel rendelkező 60 éven felüliek sorából kerülnek ki. Érdekes azonban, hogy a 18 és 19 éves fiatalok 65%-a kedvezően vélekedik a szocializmusról, mindössze 25%-a van ellenkező véleményen. Ennek ellenére legtöbb esetben a válaszadók zöme úgy véli, hogy a kapitalista rendszer előnyösebb a szocializmusnál. A lakosság életszínvonalának emelésére vonatkozó kérdés esetében 35% választotta a kapitalizmust, és csak 33% a szocializmust. Az állami infrastrukturális beruházásainak tekintetében 33%-uk ugyancsak a kapitalizmust jelölte meg előnyösebbnek, a szocializmust megjelölő 31%-kal szemben. A közpénzek elosztására vonatkozóan a megkérdezettek 35%-a ítélte meg célra vezető többnek a kapitalizmust, a szocializmust megjelölők 30%-ával szemben. Az egyéni szabadságjogok esetében szintén a kapitalizmust tartják többen előnyösebbnek. A felmérést május 1-e és 7-e között végezte a BCS Szociológiai Kutatási Osztály 1545 fős mintán, amely a diaszporában élő román állampolgárokra is kiterjedt. Hibahatára 2,7%-os.